Köszöntöm nézőinket, önök kulturális magazinunkat látják, Ragon Cserita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Július hónap műtárgyával Baka Istvánra emlékezik a Megyei Múzeum. A nyitott világalapítvány 23. alkalommal tart nyelvi tábort a Zicsi kastélyban. Aratónap Kisdorogon a régi idők hagyományait idézték fel a résztvevők. Július hónap műtárgyával a 75 esztendeje Szekszárdon született kiváló költőre Baka Istvánra emlékezik a Vosinszky-Mór Megyei Múzeum. A következő percekben az alkotó Mésző Miklósnak dedikált Beavatások című könyvéről mesél az intézmény igazgatója. Tolna vármegye székhelyéhez több jelentős író és költő kötődik, közülük Mészöly Miklós és Baka István alkotásainak különösen fontos színtere és ihletője volt Szekszárd. Július hónap műtárgyával a 75 esztendeje Szekszárdon született kiváló költőre, Baka Istvánra emlékezünk, mondja Ódor János, a Vosinszky-Mór Megyei Múzeum igazgatója. A Vosinszky-Mór Múzeumban 2023. júliusában Baka Istvánnak egy Mészöly Miklóshoz írt, dedikált, Mészöly Miklósnak dedikált könyve lett a hónap műtárgya, nem véletlenül, ugyanis 1948. július 25-én született Szekszárdon Baka István, vagyis ebben a hónapban fogjuk ünnepelni születésének 75. évfordulóját, és ez az alkalom szülte a tolvajt, tehát ebből adódóan gondoltuk, hogy azt, hogy róla is úgy tudunk talán méltó módon megemlékezni, hogy ennek a könyvnek az apropóján áttekintjük a Mészöly Miklóshoz fűződő kapcsolatát. A Beavatások című könyv 1991-ben jelent meg, amely Baka István addigi munkásságát tartalmazza. Baka nagyon rövid ideig élt, 47 esztendősen hunyt el, de mégis költőként tartja őt számon leginkább az emlékezet, főként és leginkább lírai munkái alapján ismertek, de a 80-as évek közepétől egyre inkább már prózát is írt, aminek nem volt olyan nagy kritikai visszhangja, aki viszont írt róla, az mégis elismerően tette ezt. És ez a könyv, amit említettem is, ez a prózai, általában a hosszú novellái vagy kisregényének egy összegyűjtött válogatása. Köztük olyanok is, és ez a dedikációban is szerepel, ami akkor éppen elsőként jelent meg könyvben, nyomtatásban, az én Tézeusz címet viselő, hát mondjuk így hosszú novella. Természetesen Mészöly, mint prózaíró, egy generációval idősebb volt a Baka Istvánnál, és mivel prózával foglalkozott, kevésbé volt meg közöttük az a szakmai együttműködés, de viszont amikor Baka elkezdte írni ezeket a prózai szövegeit, amelynek az ihlető forrása Szekszárd volt, és ugyanebben az időben Mészöly Miklósnak a 80-as években az úgynevezett pannon próza időszakán élte, tehát akkor is nagyon sok szekszárdi tematikájú műve született meg, kisregények, egyebek, megbocsátástól kezdve lehetne hosszan sorolni a szekszárdi témájú műveinek a sorát, ezért óhatatlanul is, de azért valamilyen módon szorosabb kapcsolat alakult ki kettőjük között. Baka István ebben az időben már több évtizede Szegeden élt. Én áttekintettem a köztük lévő levelezést is, jó pár levél megmaradt, részben a Szekszárdi Múzeum, részben a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a gyűjteményébe, ami mutatja a közös szülőföldből adódó egymás iránti tiszteletet, illetve megbecsültséget, amely főként és leginkább Baka felől irányult Mészöly felé, de Mészöly is mindenféle módon szakmai szempontból is megpróbálta támogatni Baka Istvánt, és ez különböző pályázatok, alapítványi támogatásoknak a odaítélésében is megmutatkozott, tehát ennek volt nem csak szakmai vonatkozása. A könyveit úgy néz ki, hogy Baka elküldte az akkor megjelent könyveit Mészöly Miklósnak, és hát dedikálta is, ahogy azt illik is, ebbe a sorba illik bele ez a bizonyos Beavatások kötet is. Kettejük kapcsolatáról kevés információ van a szakirodalomban, ami abból is ered, hogy Mészöly kevésbé nyilatkozott nyilvános helyen Baka Istvánról. Baka István azonban több riportban is megemlékezett róla, hogy milyen szerepet játszott Mészöly Miklós az ő életében, az ő prózaírásából. Mészölyről a következőket mondja. Én közel sem voltam soha az, aki a nagyokat kereste. Én Mészöly Miklós művét is akkor kezdtem olvasni.
Olvastam már addig is, de nem elég rendszeresen és nem elég alaposan, miután a magam szekszárdi miséjét, tehát a szekszárd melletti hitvallásomat letettem. Meg akkor kezdtem el érdekelni szekszárd múltjának a többi részét. Egyébként is ő 80-as években kezdte megírni szekszárdot, bizonyára emlékszel a Megbocsátás című kisregényére, ami a régi Mozgóvilág utolsó számában jelent meg, és később könyvalakban is óriási hatást tett rám. Egy kicsit azért is, mert ismertem a helyszíneit, megtisztáztam is vele azt a fomanzárdos házat, ami ott van a Fürdőház utcában. Én tőle tudtam meg, hogy ott valóban egy bíróságírnok lakott, ő csak kitalálta, de hát ilyen az élet. Ez ugyanaz, mint Márquez 100 év magányában leír egy vitorláshajót, amit az őserdőbe találnak meg. Pár évvel a regény megjelenés után a Kolumbia őserdőbe találtak is egy ilyen hajót. Tehát nagyon nagy hatást tett rám minden műve, természetesen, amikor végre eljutottam hozzá. Nagyon rosszul tájékozódtam, van amiben jól, azt hiszem költészetben jól, prózába kevésbé. Nekem abban, hogy Mészöly Miklóst, akit nagyon száraznak éreztem, hogy őt megszeressem, sokat segített a saját szexuáliságomra való ráébredés, és hogy megszeressek mindent, ami ehhez a városhoz tartozik, és hát Mészöly Miklós talán legszebb műveit írt a szexuál ihletésével. Azonban Baka István nem csak az imént idézett 1989-es riportban, hanem több későbbi interjú során beszélt tisztelettel elismerően Mészöly Miklósról. Nem mondhatni azt, hogy a kortársaknak, akik ismerték őket, az ő elmondásuk alapján, hogy nagyon szoros lett volna az ő kettőjük kapcsolata, hogy az egyikőjük Mészöly Miklós Budapesten élt, Baka István Szegeden, Szekszárdon talán itt találkoztak a többet, lehető legtöbbet, néha Szegeden, Budapesten talán kevésbé, de az, hogy számon tartották egymást és tudtak egymás dolgairól, az gondolom, hogy teljesen egyértelmű. Az országútig, amely az ártéri erdő gátjától 11 km hosszan egyenesen vezet a város középpontjáig. Tehát ez egyértelműen egy utalása a Mészölynek a Térképpaliszkáról című novellájában megjelent motívumra. Ennek a Beavatások könyv dedikációjában van egy utolsó félmondat, ami arra utal, hogy ez az emlegetett Én Tézeusz című novellában a Baka István ír a Kesélyűsi út mellett lévő egykori fasorról is, amit ő nyárfásokra ír át. Ez egyenes utalás arra, hogy Mészöly Miklósnak 1973-ban íródott a Térképpaliszkáról című novellája, abba, ahogy az valójában is volt, egy szederfa sor kísérte ezt a nagyon hosszú egyenes utat, amit tulajdonképpen a Béla király a Garai tértől egészen a Kesélyűsi gátőrházig húzódott 11 km hosszan. Most is vannak hosszú egyenes szakaszai, de most már vannak benne törések, de ez a Mészöly idejében egészen mondjuk így a 70-es évekig valóban egy teljesen egyenes térképen készített út volt. Szóval erről is megemlékezik Baka István ebbe a kis dedikációban. Mészöly Miklósnak baráti tisztelettel Baka István, és ez a zárójeles részben van, hogy az ötödik írás, az Én Tézeusz még nem szerepelt kötetben, ha időd engedi, olvasd el, és bocsásd meg, hogy a városba vezető út eperfáit, ugye szederfa vagy eperfa, ez lényegében ugyanaz, jegenyékre cseréltem, B.I. Baka István. Idén 23. alkalommal rendezte meg a Nyitott Világ Alapítvány a nyelvi táborát Vajten a Zicsi kastélyban. A térségben egyedülálló lehetőség során a gyerekek intenzív képzést kapnak az egy hét alatt anyanyelvű tanároktól. Ez lehetőséget ad nekik, hogy az iskola rendszeren kívül fejleszték nyelvi tudásukat. Most bepillanthatunk a tábor mindennapjaiba, megnézhettük, hogyan is zajlik egy ilyen képzés. A Vajten zajló tábornak rengeteg lakója van. A fiatalok nagyon kitartóak és lelkesek. Még Budapestről is érkeztek ide tanulók, akik szeretnének élni a lehetőséggel, hogy egy hét alatt akár hatalmas nyelvi fejlődést érhessenek el. Sokuknak sikerül is a vágyott nyelvvizsgákat letenni. Harmadjára vagyok itt a táborban. Az előző két évben német nyelven voltam, és idén most angolra váltottam, mivel németből minden olyan célomat elértem, amit kitűztem magamnak. Három nyelvvizsgám van németből, B1, ezt már 8. végén megcsináltam, B2, ezt is 8. vége körül, és múlt ősszel sikerült megszereznem a C1-es felsőfokú nyelvvizsgát is. Ez volt számomra az, amit még a kettő
előző nyelvvizsga mellé szerettem volna megcsinálni. De még az emelt szintű érettségi is könnyedén sikerülhet egy ilyen képzés után. Szinte egész nap tanulnak, de mint mondják, megéri nekik, mert olyan hatalmas tudásanyagot kapnak így, amit máshol nem tudnának megszerezni. Vannak, akik már évek óta visszajárnak, a német után most az angol nyelvet is szeretnék elsajátítani profi módon. 5. óta tanulok angolt is, tehát nem kezdőként kezdtem el, viszont angolból semmilyen fajta nyelvvizsgám nincsen, abból is tervezek, és most emiatt vagyok itt, hogy azt egy kicsit megtoldjam, és szerezzek még plusz tudást ahhoz, hogy biztosan el tudjak menni. Angolból jelenleg most a középfokút szeretném megszerezni, és szerintem számomra nem volt annyira nehéz felvenni a fonalat, viszont hogyha a némethez hasonlítom, ahhoz képest viszont igen, ahhoz képest nehezebb volt felvenni a fonalat. Tehát németen valamiért gördülékenyebben tudtam már az legelején is haladni, viszont lehet, hogy ez azért volt, mert ahhoz már jobban hozzászoktam, mivel azt sokkal korábban több ideje tanulom, mint az angolt. Három tanárunk van, és abból kettő anyanyelvi, és az egyik tud magyarul is. És igazából ugye fölkelünk, egy nap 4 óránk van, amik másfél óráig tartanak, és úgy van, hogy van az első óránk, aztán van egy fél órás szünetünk, utána van a következő másfél óra, aztán ebédelünk, ott igazából az egy óráig tart, aztán jön a következő óra, és ott délután van egy 2,5 órás szünetünk, tehát addig itt van egy csodaszép kert, ahova ki tudunk menni fürdeni, mert van nagy medence, meg van füves terület is, ahol ott tudunk üldögélni, beszélgetni ilyenek, úgyhogy, és aztán van egy esti óránk, ugye vacsora után. Az anyanyelvű tanárok csak a saját nyelvükön beszélnek velük. Igazi német órák tartom itt, maraton program van, nem értem, hogy ezek a magyar tanulók miért jönnek ide, ez nekem rejtély, ugye? Mert 8 órát minden nap egy nyelvet tanulni, ez borzasztó, igazából. Mint tanár is elég nehéz, ugye? De a gyerekeknek valami nagy érték kell mögötte lenni, hogy ide fáradnak minden évben. Ugyanazok a gyerekek, nagyon kitartó, és minél idősebb, aztán rájönnek, hogy mégis van értelme. Ugye az elején sokszor a szülők majdnem kényszerítenek, menjen a nyelvtáborra, mert ez nagyon intenzív, nagyon jó, és akkor megismernek másokat, és élvezik ezt a hely és a tábor, és akkor a sok-sok német órák az a kis áldozat, amit beleszámít aztán. De utána visszamennek az iskolába szerintem, és lehet, hogy ők az osztály elsők utána, ugye, és az egy jó élmény. De mindig, amikor ide jövünk, pont meleg van, ugye, és ez egy teljesítmény, amit itt zajlik. A Nyitott Világ Alapítvány már számtalan fiatalnak segített, hogy a közoktatáson felül plusz nyelvtudással gyarapodhassanak. Elhivatott lelkes pedagógusok egész csapata támogatja a fiatalokat, így aki elég kitartó, akár a felsőfokú nyelvvizsgát is megszerezheti. 23. alkalommal van ez a táborunk. Ez úgy volt, hogy 18 évig Domboriban voltunk, és 5. éve vagyunk itt. Hát a Nyitott Világ Alapítvány ugye most már a 26. évét éli meg, és a célok és a kitűzések azok ugyanazok, mint 4. évszázaddal ezelőtt, tehát az, hogy a gyerekeknek a közoktatáson felül biztosítsunk valami olyan pluszt, ami előre viszi a tudásukat angolból és németből, és ehhez itt a táborban nyaranta külföldi tanárokkal találtunk, és ővelük dolgozunk. Ez az egésznek a koncepciója. A külföldi tanárok tehát elsősorban angolul és németül beszélnek velük, szókincset fejleszték, beszédközpontúság a fő cél, én azt hiszem talán ezt emelném ki leginkább, meg az, hogy a gátlásaikat a gyerekek próbálják meglevetni, hiszen azt hiszem mind úgy vagyunk vele, hogy tudunk dolgokat, tudunk, de amikor úgy meg kell szólalni, akkor mindenki be vannak gátlások. Tehát talán ez is így fontos lenne, és még ami a hozadék az egésznek, hogy a diákok között baráti kapcsolatok alakulnak ki. Tehát ez az, amit én így látok a sok év után, hogy
örömmel jönnek, barátkoznak, utána kapcsolatban maradnak, sőt megbeszélik, hogy jövőre is talán jönnek, tehát ez így néz ki. Tanulásról szól a tábor, egyértelműen én magam teljesen, hogy mondjam, csodálkozom azon, hogy ebben a hőségben képesek ülni és tanulni, mert ez megerőltető mindenkinek, főleg a diákoknak, mert nekik még válaszolni is kell sok mindenre, de nekünk tanároknak se egyszerű, és nekik még azért is nagyon nehéz, mert minden óra más tanárral van. Tehát ez egy hihetetlen gyors átállást és ilyen koncentrációt igényel. Nagyon jó, hogy mondjam, kapcsolat alakul ki a diákok között, meg a diákok és a tanárok között is. Tehát sokszor van úgy, hogy megérkezünk, és megjönnek a külföldi tanárok, és a diákok boldogan oda mennek és beszélgetnek velük, vagy fordítva. Tehát, és ezek a kapcsolatok túlmutatnak ezen a táboron, sőt, évekre kihatnak. Én ezt így érzékelem. Vannak diákok, én most már ezt így látom, akik azért jönnek ide, hogy úgy szépen fejleszék a nyelvtudásukat. És ami nekem az egészen különös, hogy vannak diákok, akik már mindenféle nyelvvizsgát megcsináltak, meg akár egy érettségit, egy előrehozottat, és eljönnek gyakorolni a táborba. Gyakorolni az angolt, vagy gyakorolni a németet, és én azt hiszem, ez amikor már a cél fölött érjük el az eredményeket, mert a diákban kialakult az az igény, hogy neki ezt szinten kell tartania. Tehát én személy szerint ezt tartom egy nagyon nagy eredménynek, hogy a diákokban kialakult az igény, hogy akarnak beszélni, szeretnék a tudásukat szinten tartani. És ilyenek is vannak a táborban. Nem csak azok, akiknek még egy teljesítménykényszer az, ami motiválja őket, hogy eljöjjenek. Én ezt nagyon nagy dolognak tartom a fiatalok körében. Tudás megszerzése mellett még akár életre szóló barátságok is köttethetnek a fiatalok között. A tanulás után pedig számtalan kikapcsolódási, szórakozási lehetőség várja őket a kastélyban. Hetedik alkalommal rendezték meg Kisdorogon az aratónapot. A program célja egyrészt az volt, hogy megmutassák a fiataloknak, milyen is volt, amikor mindössze egy kézi szerszámmal takarították be a kenyérnek szánt gabonát. A megmérettetésen ezúttal 7 székely csapat indult. A zsűri nem csak az aratást, hanem a ruházatot és a reggelire szánt ételt is pontozta. Látod ezt a széles táblát, búza-búza, meddig szemlát, pirkadattól estig vágom, nem lesz búza estig lábon. Hajlong a búza, jó mag lehúzza, lássunk hozzá mindnyájan. Hetedik alkalommal rendezték meg a kisdorogi aratónapot. Az eseménynek minden évben egy verseny is a része. Hagyományos népviseleti öltözékben, kaszákkal, sarlókkal dalolva indultak el a búzamezőre a csapatok, hogy a kijelölt parcellákat lekaszálják. Előtte természetesen egy laktató reggelivel kezdtek. Házi túró készült, házi körözött, házi túróból. Szalonna friss kenyér, ami most készült. Lilahagyma, amit úgy általában ilyenkor nehéz munka előtt tettek az emberek azért, hogy legyen erejük, hogy egész nap kaszálni, markot szedni, kötelet rendezni oda a marokszedőknek, tehát ez egy erőteljes nap lesz. Kovászos uborka, lilahagyma, erős paprika, és ez ilyen üdítő jellegű a kaszásoknak. Nagy szegénységbe ijetettek, pityókával. 7-5 fős csapat mérte összetudását, köztük volt a bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete is. Ez azért fontos, mert hogy így visszahozzuk a régi időt, a másik dolog, hogy együtt vagyunk, és ez a találkozás, ez ilyen közösségformáló is, hogy mindegyikünk megismeri a másikat, úgyhogy mi másodjára vagyunk itt, először csak nézelődni jöttünk, de most meg aratunk. Én markot fogok szedni, és azért vállaltam ezt,
hogy gyerekkoromban szedtem markot. A sarlót eltettem ugye a láb alá, hogy nehogy valaki belelépjen, de úgyhogy igen. Én például markot szedek. És akkor megvan már mindenkinek a szereposztása, ki teríti a kötelet, én teszem a kötérre, akkor ki, aki kötözi, és úgy megy a folyamat. A régen egy kicsit hajnalban jobban hajnalok hajnalán, de ugyanúgy megtartjuk a módját, mert régen is az volt, hogy korán kimentünk a mezőre, és ugyanúgy megterítettünk, és csak utána kezdtünk aratni. Úgyhogy, de hát ilyenkor már vastag, már nagyba kaszáltunk, és arattunk. A program célja egyrészt az, hogy megmutassák a fiataloknak, milyen is volt, amikor mindössze egy kéziszelszámmal takarították be a kenyérnek szánt gabonát, és hogy megtanítsák nekik a kaszálást, a kötélfonást, illetve hogy milyen módon kell sarlóval markot szedni, mennyi kévét kell egy keresztbe kötni. Ez most már hagyománnyá vált kis falunkban. Az első 5 alkalommal úgy történt, hogy mindig csak egy vendégcsapatot hívtunk meg, és azt tudtuk vendégül látni. Tavaly egy nagyobb pályázati lehetőség volt, és akkor nagyobb színvonalúra tudtuk ezt hozni, és több csapatot hívni, és úgy gondoltuk, hogy mivel az nagyon jól sikerült, akkor így az idei évben felszólítottunk több egyesületet is, hogy fiatal tagokat is hozzanak magukkal, gyerekeket is, hogy legyen élményük ebben, és ők is részt vegyenek, és lássák, hogy nem csak úgy kerül az a kenyér az asztalra, hogy a boltba megvesszük, hanem azért keservesen meg kell dolgozni, főleg a régi időben, amikor még nem volt ennyire gépies ittve minden. A versenyre érkeztek Nagymányokról, Majosról, Teverről, Kétről és Szekszádról, illetve két kisdorogi csapat is indult a megmérettetésem. Kötélfonás, amivel majd összekötjük utána a kévéket. És miből van? Ez sás. Sás. Sásból, ami a tavaknak az oldalán, partján ott terem. Ugyanúgy elevenítsük fel most is, mint régen, hogy mindenki kipakolja a kis terítőjére az elemózsiáját, ez általában szalonna, régen volt még málé, aludtej, kinek mi volt éppen főtt krumpli, és akkor nekiálltak és egy kicsit falatoztak, megitták azt az egy aratópálinkájukat, mert az ugye egy kicsit oltotta a szomjat is, és akkor énekléssel elkezdték az aratást, általában egy arató, most itt úgy van, hogy egy arató megy elől, utána jönnek a marókszedőasszonyok, és egy-kettő, aki fonja a kötelet, és ráteszik a markot, kötéllel átkötik, és akkor annak is jelentősége van, hogy a kévéket hogy teszik keresztbe, hogy a kalász hogy van, hogyha esik az eső, ugye régen nem tudták azonnal csépelni, mert nem mindegy, hogy folyik le róla a víz, hogy ne rohadjon el a búza. Mikor gyerek voltam, édesanyám elküldött, hogy az édesapámnak vigyek vizet, meg ebédet. Aztán nagyon a tarló ugye kivérezte a lábamat. Hát én jajgattam egész éjjel, mert annyira fájt a lábam. De volt úgy, hogy megcsúsztam, az kiesett, kiburult az ebéd, úgyhogy kikaptam. De vissza kellett menjek egy másik ebédért, erre emlékszem. És akkor már jó volt, de még jobban véres lett a lábam, ugye a tarló. Fölsértette a lábamat, mert nem volt cipő, nem volt akkoriban cipő, mert én még akkor éltem, amikor ez történt. A tavalyi évben még egy cséplőgépet is kivittünk az aratás helyszínére, próbáltunk egy kicsit kicsépelni, meg vittünk ki egy malomkövet is, őröltünk egy kis buzát is, azt is bemutattuk, de hát most már az csak éppen muzeális jelleggel van egy-kettő darab a faluban. A 7. kisdorogi aratónapot végül a teveli Székelykör nyerte, a 2. helyet a kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület szerezte meg, 3. helyezett pedig a Kétyi Székelykör lett. Önök kulturális magazinunkat látták, köszönök figyelmüket, viszontlátásra!